Mint megtudtuk, nem egyszeri alkalom a támogatás, hiszen jó pár éve járulnak hozzá már az alapítvány működéséhez. Adományt szeretnének átadni a karcagi menhely, kutya menhely részére. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy minden évben támogattuk ezt a létesítményt, és az idei évben már olyan összefogás jött, hogy a cégnek a dolgozói is összefogtak. Bizonyos mennyiségű kutyatápot megvásároltak, és a Kft. Vezetősége úgy döntött, hogy ugyanannyi táppal, ugyanannyi eledellel megpótolja ezt az adományt, amennyit gyakorlatilag a dolgozóink összegyűjtöttek. 25 zsákot vásároltak a dolgozók, és 25 zsákkal egészítette a Kft. Ki, illetve hát a minden évben hagyományosnak mondható már, hogy 5-6-8 épp egészséges száraz szalmaválával a téli hideg hónapokban segítjük az állatokat a kiürés ellen. Én úgy gondolom, hogy ez az egész, ez olyan 300.000 forint értéket képvisel gyakorlatilag mindösszesen. Én úgy gondolom, hogy ezzel mi szeretnénk megnyitni ezt az adományozási vonalat. Bízunk benne, hogy felkeltjük a város lakosságait, felkeltjük a városnak, azon cégeinek a figyelmét, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi, hogy segítenek, mellé állnak egy-egy nehezen működő ügy mellé gyakorlatilag. Itt látható kollégáim, egy része csak a cég dolgozóiból, de nyilván ők is mellette vannak, és nem titok, és el is szeretném mondani, hogy Takács Anikó indította a cégünknél ezt a kezdeményezést, melynek nagyon örülünk, nagyon sok ötlete van még egyéb kezdeményezésekben is, majd gondolom, hogy találkozunk még máskor is. Kezdeményezések tekintetében igen, szerintem nagy részüknek kutyájaik vannak, állataik vannak, tehát ők azért felelős magatartással viselkedő emberek. Nemes Tíme, az alapítvány elnöke, a menhely vezetője elmondta, hogy mindig jó leső érzés, ha kapnak bármiféle hozzájárulást. Nagyon nagy szeretettel fogadjuk, mindig nagyon nagy szeretettel fogadunk minden támogatást és minden ilyen kezdeményezést. Dániel Csabáékkal már évek óta tartó ilyen adományozós kapcsolatban vagyunk, tehát mindig minden évben meglepnek minket valamivel. Általában mi szoktunk megkeresni őket, hogy segítsenek raktározásban, illetve szalmát szoktunk kérni tőlük, de már 2 éve legalább úgy történik ez, hogy mindig előre jelzik, hogy van nekünk eltéve, és bármikor szeretnénk kapni, akkor szóljunk. Tulajdonképpen bármikor, ha bajban vagyunk, akkor fordulhatunk hozzájuk. Nagyon nagy segítség a szárasztáp, mert mi minden nap főzünk a kutyáknak, és a szárasztápra öntjük rá ezt a megfőzött hústerméket, és bizony ezzel nagyon-nagyon nagyot segítenek, mert a kutyáinkat így tudjuk rendesen jól tartani, a pocakjukat megtölteni. Nagy segítség, mert amit adományban megkapunk tápba, annak az árát el tudjuk költeni állatorvosra, ivartalanításokra, gyógyszerekre, stb. Rengeteg dolog kell egyébként, úgyhogy mindig nagyon jól jön.